Törvényben tiltaná meg szivárványos zászló középületre helyezését a Mi Hazánk mozgalom. Erről múlt héten beszélt a pártalánöke. Novák előtt szerint a szivárványos zászló meggyalázza Magyarország zászlaját. A Mi Hazánk kezdeményezte a Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló törvény módosítását. Erről is beszélget a Mi Hazánk alelnökével Noémi. Köszönöm szépen Novák előddel, a mi hazánk lelnökével folytatjuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! ha jól emlékszem, akkor ön volt az, aki talán 2020-ban eltávolította a szivárványos zászlót a Városháza homlokzatáról. Miért van szükség egy ilyen törvénymódosításra önnek szerint? Hát valóban sajnos rendszeressé vált, hogy balliberális politikusok úgynevezett szivárványos zászlót tűznek ki a polgármesteri hivatalok homlokzatára, ráadásul az illetékes testületek döntésének hiányában a normalitáspárti többség akaratával szemben, sőt köz megbotránkozást váltva ki. Éppen ezért vált szükségessé, hogy törvényben tegyük egyértelművé a helyzetet. Eddig is lépnie kellett volna a hatóságnak, és számomra egy kicsit fájó, hogy a kormányzat eddig ezt megtűrte, sőt a rendőrség elutasította ezzel kapcsolatos feljelentésünket, pedig három jogcímen is fel kellett volna lépjen már eddig is. Hiszen egyrészt imár gyerekek számára szerencsére tiltott ugye elvileg, papírforma szerint a, homoszexuális és egyéb deviáns propaganda. Másrészt a garázdaság definícióját is kimeríti az, hogy olyan magatartást tanúsítanak a zászló kitűzésével, amelyel másokban megbotránkozást keltenek. Harmadrészt pedig a nemzeti jelképünk, a magyar zászló is elvileg olyan kiemelt büntetőjogi védelmet élvez, hogy annak megbecstelenítése elvileg nem szabályos és nem tűrhető. Ennek ellenére a feljelentéseinket elutasították, úgyhogy ezzel a törvény módosítással szeretnénk egyértelművé tenni, hogy középületekre ne lehessen különböző szexuális és nem irányultságokra vonatkozó szimbólumokat kitenni, vagy az ezeket a mozgalmakat képviselő szervezetek szimbólumát. Ezek tulajdonképpen politikai mozgalmak, eleve politikai szervezet zászlajának, mondjuk egy pár zászlajának sem volna keresni valója egy polgármesteri hivatal homlokzatán. Ráadásul már egy lépésre vagyunk attól, hogy a következőkben akár iskolákra is kitegyék ezeket a szimbólumokat úgyhogy nincs hova hátrányunk, azt gondolom, hogy egy törvény módosításra kell akkor egyértelművé tennünk, hogy a rendőrségnek ezzel kapcsolatban intézkedési kötelezettsége van. Gyermekvédelmi törvényt egyébként túlságosan megengedőnek tartják, most ezt felhozta az előbb. Igen, hát örülünk, hogy szigorítás történt, de még mindig nincs hozzárendelve büntető jogi szankció, sőt, magát a törvénysértő cselekedetet sem akadályozza meg a rendőrség feljelentésünkre sem. Nem hogy elutasította a feljelentésünket, még valóban ellenem lépett fel a rendőrség, amikor például az említett esetben egy ilyen 15 méteres tűzoltólétráról eltávolítottuk a szivárványos Rongyot. Én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan az, hogy a rendőrség például még engem fenyeget ezekben az az ügyekben, két évig terjedő szabadságvesztéssel, éjszakai házkutatást tartottak, DNS mintát vettek az új vétel és a fénykép készítés mellett. Tehát az, hogy próbálják megfélemlíteni a normalitás párti erőket, az nem elfogadható. Tehát ilyen tekintetben nem vagyok elégedett a rendőrség tevékenységével, ahogy az is elfogadhatatlan, hogy évről évre engedélyezik ezt a propaganda felvonulásukat, amit ugye jellemzően az András úton szoktak végrehajtani. Viszont a Mi Hazánk mozgalom közterület használat, illetve gyülekezési jogra vonatkozó bejelentésével beelőzte ezeket a szervezeteket tavaly és idén is. Tehát amit a jelenlegi kormányzat most már 12 éve nem tud vagy nem akar megoldani, azt a Mi Hazánk mozgalom megoldotta. Tehát idén sem vonulhatnak a legszimbolikusabb Andrássy úton és más hasonló közterületeken. Ennek véget kellene vetni. Ezek gyermekek számára is látható propaganda felvonulást jelentenek. Hát a homoszexuális sok szaporodásának egy sajátos módja tulajdonképpen a propaganda. Ennek szeretne véget vetni a Mi hazánk mozgalom. Az elmúlt napokban, hetekben több, mondjuk úgy, hogy sarkos javaslattal is előálltak. Munkatáborokba küldenék például az illegális migránsokat erről. Torockai László írt egy közleményben. Hogyan kell ezt érteni? Kikre vonatkozna ez a tervük? Hát a brit példa ugye azt mutatja, hogy ők egyenesen Ruandáig szeretnék visszatoloncolni azokat az illegális migránsokat, akit jelenleg a magyar hatóságok tulajdonképpen taxisztatnak. Ha sikerül átjutniuk a kerítésen, már pedig hetente több ezer illegális migránsnak sikerül, akkor ezeket visszakísérgetik a határ túloldalára, hogy aztán újból próbálkozhassanak mindenféle következmények nélkül. És ezzel kapcsolatban van azt gondolom néhány markáns javaslatunk. Egyrészt, hogy a brit példát követve akár Ruandáig toloncoljuk vissza, ne pedig csak a kerítés oldalára, hogy ismét megrongálva azt megpróbálhassanak a betöréssel. Bocsánat, ezt kinek kellene finanszírozni a Magyarországnak, vagy várnának Európai Uniós segítséget ebben a kérdésben? Nagyon jogos a kérdés. Én azt gondolom, hogy leginkább az illegális migránsoknak, ezért az egyik erre vonatkozó javaslatunk, hogy akár több millió forintos helyszíni bírsággal úgymond kobozzuk el azt a pénzt, ami a zsebükben gyak lapul, gyakran több ezer euró. Végső soron ezek jellemzően az embercsempészeknél kötnének ki. Ennek véget vetve egy helyszíni bírsággal el rettenteni attól, hogy egyáltalán próbálkozzanak. Nyilvánvalóan a különböző nemzetközi jogvédőnek nevezett szervezetek elterjesztenék azt, hogy hazánkban kvázi lerabolják a migránsokat. Én ezt egyáltalán nem bánnám, hogyha elterjedne az a hír, hogy Magyarországon nem is kellene próbálkozni. Ez jóval költséghatékonyabb módon biztosítaná a határnak a jóval magasabb szintű védelmét. Fájó kimondani önkéntes tartalékos honvédként is, hiszen az elmúlt években számos alkalommal szolgáltam a határon, illetve maga László javasolta a határkerítés megépítését, ugye még Mesterekén. Ennek ellenére nem a honvédek és nem a kerítés védi meg jelenleg a magyar embereket a migránsoktól, hanem az alacsony bérek jelenleg. Viszont ezt nem tartható hosszú távon így, és előbb-utóbb akár a nyugat-európai helyzet eszkalálódása miatt elképzelhető, hogy onnan fognak majd visszajönni az akár Eredetileg afrikai-ázsiai illegális migránsok, tehát szükség van jogszabálymódosításra, szigorításra, önálló határőrség felállítására, komolyabb jogkövetkezményekre, akár tűzparancsra is az erőszakos határsértőkkel szemben, akik a jelenleg határt védő rendőrökre, honvédekre is támadhatnak. Tehát, hogy ne csak a hazavédelmében, hanem önmaguk védelmében is használhassanak fegyvert. Igen, ez egy fontos kérdés. Ezek az intézkedések nem szítenének újabb feszültségeket, ugye akitől mondjuk elvennék a pénzét, vagy akarat ellenére munkatáborba vinnék, az nyilvánvalóan ellenkezni, és azt láttuk, hogy az elmúlt hetekben most már egyre, egyre nagyobb a feszültség, fegyveres, fegyveres, összecsapások is vannak a déli határon. Valóban háborús helyzet van már a déli határon is, éppen ezért volna szükség jogszabálymódosításra, tehát az, hogy szinte kinevetik a magyar határt védőket, és rájuk már fegyverrel is támadhatnak, ugye többször előfordult, hogy a kocsit rájuk kormányozták, kövekkel dobálták őket, most már valóban hátra is sor került a déli használon, határon az illegális migránsok körében. Halálos áldozata is van az egymás közti leszámolásoknak. Ezt nem szabad Magyarországra beengedni, már pedig a jelenlegi kormányzat beengedi, hiszen több ezer ember, akit aki sikerül, és akit el is kapnak, ki tudja mennyi az, aki az X, 1 próbálkozás után, x edik alkalommal már nem kapnak el, de hetente több ezer embert toroncolnak vissza a kerítés túloldalára, hát inkább kísérgetnek vissza, taxisztatnak, éppen ezért volna szükség jogszabálymódosítása. Ez valóban úgymond feszültséget olyan értelemben kell, hát, hogy elrettentő hatása lehet az illegális migránsok számára, de így tudnánk hatékonyan egyúttal a honvédeket inkább ha gyakorlatokra, a normális feladatok ellátására biztosítani, illetve a rendőrséget szintén nem a határa kellene elvezényelni. Mi ezért szeretnénk akár a csendőrség visszaállításával, akár a rendőrség visszavezénylésével a közbiztonság megteremtése érdekében alkalmazni, mert nem az elsődleges feladatokat látják el, ezt egy önálló határőrség kellene, hogy végrehajtsa. Sajnos a jelenleg megjelent, múlt héten megjelent kormányrendelet szerint viszont nem önálló határőrség lesz, hanem tulajdonképpen fegyveres biztonsági őröket toboroznak havi bruttó 260 Forintért. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja szerint ez nem elégséges a határvédelmére, ezért volna szükség jogszabálymódosításokra, szigorításokra is az illegális migránsokkal szemben. Ebben kíván partner lenni és ötleteket adni a határkerítés megépítéséhez hasonlóan a Mi Hazánk mozgalom. Térjünk hát akkor belpolitikára. Friss kutatások szerint 6%-on áll a Mi Hazánk támogatottsága, most nagyjából megegyezik a demokratikus koalícióval. Nem lehet elmenni amellett, hogy a jobbiké pedig ez, ezzel arányosan esik, 4%-ot mérte a Nézőpont Intézet a Jobbiknak, a Republikan Intézet pedig áprilisban éppen fordítva mérte önöket, 4%-ot a Mi Hazánknak, és 6%-ot a Jobbiknak. Ja, most a Jobbikról több szakértő által is azt lehet hallani, hogy a megszűnés szélén áll a párt. Várnak még politikusokat esetleg az egykori közösségükből? Hát semmi esetre sem, tehát ők annyira eljátszották a becsületüket, hogy a politika szemét domjára kerültek. Már a mi hazánk mozgalmat mindig alul mérték a közélemény kutatások, azért azok a kimutatások, hogy már a legerősebb ellenzéki párt a mi hazánk mozgalom, vagy fejfej mellett a DK-val vagyunk most jelen a kutatások szerint, az mindenképp egy nagyon komoly felelősséget ruház ránk. A Jobbik már egyszerre játszotta a becsületét, elveszítette a hitelét, tulajdonképpen mindent és az ellenkezőjét is képesek képviselni, de erre már tulajdonképpen nincsen társadalmi igény. Utolsó ciklusukat élve azon a pénzen marakodnak, ami még megmaradt erre a ciklusra. Az utolsó közismert 56-os tagjuk, Murányi Levente épp a minap nyilatkozta, hogy a Jobbik új elnöke a CIA ügynök. Tehát azt gondolom, hogy leginkább belül ezeket kellene, hogy megvitassák a belharcai keretében. Pénzeken marakodnak olyan harmad és negyed vonalbeli egykori politikusai a pártnak, akik tulajdonképpen politikai hullaként, vagy hát egykább egyfajta hullarablás folytatnak a jobbik tetemén. A Mi Hazánk Mozgalom viszont a viradat programjában, már a jövőbe nézve, ezzel a nagy felelősséggel is, amit a közélmény kutatások is kimutatnak, konstruktív ellenzékiként próbál olyan javaslatokat letenni az országgyűlés asztalára, olyan költségvetés módosító javaslatokat és egyéb indítványokat, amelyek a magyar emberek érdekeit szolgálhatják. Ön egyébként Gyöngyösi Márton személyről mit gondol? Ugye ő volt az, aki annó 2018-ban elnök helyettesként, frakcióvezetőként kizárta azokat a politikusokat, önöket, akik most a mi hazánkban politizálnak. Való igaz, és azt gondolom, hogy számos olyan köpenyek forgatása volt, ami viszont az ellenünk felhozott sérelmeknél is fontosabbak. Tehát például az Európai Unióval kapcsolatban is olyan köpenyek forgatást folytat, nem csak a jobbik alapító nyilatkozatával szemben, hanem saját korábbi nyilatkozataival szemben is, ami mutatja, hogy teljesen elvtelenül bármit és az ellenkezőjét is képesek képviselni. Éppen ezért fontos, hogy mi ebben nem vettünk részt, tehát a mi hazánk mozgalom pontosan azért jött létre, mert ezekkel a köpények forgatással szembefordulva, bár megpróbáltuk visszakormányozni azt a bizonyos hajót, de még után nem sikerült, önálló mozgalmat alapítva, immár politikai otthont mutatva a nemzeti radikális szavazóknak, hazavárjuk ezeket a választópolgárokat, és nekik kívánunk egy olyan alternatívát kínálni, amelyet a jelenlegi ellenzék nem tud, hiszen nem hogy kormányzásra, de még ellenzéknek is alkalmatlanok. Novák elődnek köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a lehetőséget.